Szeretettel köszöntöm Önöket. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket személyes jelenlétükkel, élőben, az interneten, Magyarországról, külföldről, az óceánon túlról. Köszöntöm azokat is, akik utólag felvételről néznek minket. Most a Problem Prevention Holding, röviden a PPH, a Hunor Trade Részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös rendezvényén veszünk részt. Takács Anasztázia vagyok, a PPH egyik vezetője. Engem ért az a megtiszteltetés, hogy a mai nap házi asszonya lehetek. Köszönöm szépen ezt Szedlacsik Miklósnak. Takács Jácint vagyok, a PPH egyik vezetője. Én is nagy szeretettel köszöntöm, nagyon köszönöm vezetőmnek, Szedlacsik Miklósnak, hogy a mai nap házi gazdája lehetek. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Nálunk a PPH-nál mindenki tegezi egymást, kortól, nemtől függetlenül. A civil foglalkozásom, pénzügyi végzettségem van, képesített könyvelő pénzügyi előadó, de nagyobb részt, az életem nagy részét a kereskedelemben dolgoztam. És itt élünk a párommal Kondorfán. Most már 16 éve vagyunk házasok, és 6 gyermekünk van, és 4 unokánk. Hogy miért kezdtem el a PPH-nál tanulni, vagy a Nyílt Akadémiánál? Úgy érzem, hogy egy égi vezettetéssel, egy jó pillanatban ébredtem fel, amikor elvezettek Szedlacsik Miklós előadásaihoz. Megnéztem néhány előadást, és tehát úgy éreztem, hogy ezek a szívemből szólnak azok az előadások. Tehát én is valahol ezeket kerestem, tehát ilyen dolgokat kerestem, és itt megtaláltam, és utána egyből beiratkoztunk a párommal. És hogy mit adott nekem a Nyílt Akadémia képzései? Hát rengeteg felismerést, megértettem azokat a dolgokat, amiket régen nem jól csináltam. Mivel nem volt tudásom hozzá, nem tudtam jól megoldani. Most így visszamenőleg látom, hogy mi volt a hiba, és tehát ezeket megkíséreljük kijavítani, és úgy érzem, hogy már egyre kevesebb hibával oldjuk meg az élethelyzeteinket, és sokkal-sokkal boldogabb életünk van. Tehát ezt nem tudom kifejezni, hogy más az élethez való hozzáállásunk, gondolkodásmódunk, és mondhatom, hogy öröm az élet, és nagyon jól érezzük magunkat így. Most pedig szeretnénk... Ja, Anasztázia, mutatkozz meg, akkor te is légy szíves. Az én civil foglalkozásom eredendően mérlegképes könyvelő, régen könyvelőirodám volt. Aztán természetgyógyász lettem, és tulajdonképpen az már nem áll olyan messze attól, amit most csinálok, hiszen most már itt, amióta itt a Nyílt Akadémián tanulunk, azóta úgy érzem, hogy ezt a tudást, amit itt kapunk, ezt mindenkinek el kell mondanunk. És azóta pedig lélekmentő beszélgetéseket folytatok az emberekkel, és nagyon jó érzés, amikor tudok segíteni valakinek azzal, hogy ide tud jönni a Nyílt Akadémiára, és ő is ezt a tudást el tudja sajátítani. Azért kezdtem el tanulni, mert Jácint mondta, hogy ő neki nagyon tetszenek Miklós előadásai, és mi korábban is nagyon sok tanfolyamon részt vettünk, mindig együtt, és ez azért volt nagyon jó, mert így együtt fejlődtünk előtte is, együtt tanultunk, és ezt azóta is, ez jól bevált, azt mondta Miklós, hogy ami jól beválik, azt úgy kell tovább is csinálni, úgyhogy ezért továbbra is együtt tanulunk, és együtt vagyunk ezen, együtt megyünk ezen az úton, így közös a célunk, közös a küldetésünk, és nagyon jó érzés így élni, és ahogy Jácint is mondta, ezáltal egyre nagyobb
boldogságban, egyre nagyobb örömben tudjuk élni az életünket, és amikor még más embereknek is tudunk ezzel segíteni, és ő rajtuk is látjuk, hogy egyre boldogabbak, akkor az meg egy külön öröm, az mindennél nagyobb öröm. És még annyit szeretnék hozzátenni, tehát a párom említette, hogy nagyon sok helyen tanultunk, de viszont sehol nem mondták meg, vagy nem mutatták meg a hogyant. Itt pedig azt tanulhatjuk meg, hogy hogyan oldjuk, hogyan jussunk el A-ból a B-be, mert régebben is azért nem tudtuk úgy megoldani az élethelyzeteinket, mert azt nem tudtuk, hogy hogyan. És hogy ahhoz jó hangulatba kell lenni, hogy jó döntéseket tudjunk hozni, és ott régebben meg nem, tehát ilyenekre nem figyelt, meg nem is tudtuk ezt, hogy nem mindegy, hogy hozunk döntést. És ugye annak, hogyha nem jól hozunk döntést, annak általában nem jó következménye van. Most pedig szeretnénk nektek bemutatni a mai rendezvényünk előadóját. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista, szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Ő a Problem Prevention Holding, röviden a PPH, a Hunor Trade ZRT, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Alapítója és vezetője, az egyik legelismertebb nemzetközi mesterkócs, személyiség és képességfejlesztő szakember. Nem volt a múltban sem ő, sem a hozzátartozói, KISZ tag vagy pártag. Nem örökölt sem vagyont, se rangot. Nem vett részt a privatizációban sem. 1987 óta szerzett tapasztalatot az emberekkel való helyes bánásmód területén, 1991-től pedig a csapatban való együttműködés területén. 1993-tól rendelkezik tapasztalattal a cégvezetés, az ember és az élet működése, a személyiségfejlődés, a probléma megoldás, az emberek vezetése és oktatása területén. Több pénzintézet vezetője is volt a múltban. Irányításával a PPH 4 különböző területen lett piacvezető. Nincs még egy olyan ember Magyarországon, de talán még a világon sem, akinek a vezetésével 4 különböző területen lett egy szervezett piacvezető. A vezetésével már több százezer ember vett igénybe valamilyen életjobbító lehetőséget. Személyesen eddig több tízezer ember képzésében vett részt. 1984 óta Pesten él, Budapesten él családjával, feleségével, Mariannal harmonikus, boldog családi élete van. 2 fiúgyermeket neveltek fel. 1996-tól kezdett a spiritualitás felé nyitni. Jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független spirituális szervezetének a vezetője. Nem igazán jellemző, hogy ilyen óriási tapasztalattal rendelkező üzletember az egyének és a társadalom szellemi felemelkedésére tegye az életét. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar az embereken segíteni, hogy az élete közben romokban hever. Példamutató, kiegyensúlyozott életet él. Olyan dolgokat tanít, amelyeket megtapasztalt, használ a saját életében, ezáltal hiteles ember számunkra. Vezetőnk élete során több különleges képességet is kapott. Ha az ember és az élet működésével kapcsolatban hall vagy olvas valamit, ahhoz kap részletes információt és tudást. Küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Tanításaival úgy segíti az embereket, hogy nem csak elméleti tudást, hanem módszereket, gyakorlási lehetőséget is nyújt egyben. Tele van erővel, lendülettel és energiával, ami úgy hajtja őt, mint egy láthatatlan motor, amit az egyéniségén keresztül tud a leginkább kifejezni. Vezetőnk több különleges médiumi képességgel is rendelkezik. Olyan eszmék vezérlik az életét, amik az emberek millióinak életét változtathatják meg örökre. Ő egy olyan idealista álmodozó, aki még képes feltétel nélkül hinni az emberek jóságában és fejlődési képességében. Ő az a vezető, akitől olyan tudást, hitet és célt kaptunk, és kapunk folyamatosan, amellyel eljuthatunk egy magasabb lelki és tudatszintre. Megkérem szervezetünk alapítóját és vezetőjét, Szedlacsik Miklós mesterkócst, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzésünket.
nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. A mobilomat nem halkítottam le, még valaki rám csörög, amit nem nagyon szeretnék. No nézzük, miért is csináljuk ezt az egészet. Nem tudom, hogy ti mennyire vagytok elégedettek azzal, ami jelenleg van a világban. És ha jó emberek nem tesznek semmit, akkor mi lesz? Rossz eluralkodik a Földön, nem? Nem tudom, hogy neked volt-e valami olyan az életedben, valamikor, mondjuk gyerekkortól, mert én úgy tapasztalom, hogy azok, akik itt tanulnak, azoknak a jó részénél volt olyan valamikor a múltban, a gyerekkorban, hogy nem azért vagyok én itt, hogy csak úgy legyek, hogy egyek, meg igyak, meg mit tudom én, legyenek majd gyerekeim, nyilván ez fontos, ez mind fontos, tehát nem kérdés, de hanem ennél több, tehát valami többért. Tehát nekem voltak mindig valami olyan gondolataim gyerekkortól, hogy valami több, mint amit én azt látom, hogy az emberek csinálnak, érted? Tehát én mit láttam gyerekkorban, valószínűleg te is azt láttad, hogy mindenki dolgozik, nem? Pénzt keres, és akkor valahogy élnek. Van, aki jobban, van, aki rosszabbul. És akkor így öregednek, azt majd meghalnak. Ez az élet értelme? Gondoljuk végig. Tehát ez. Tehát lehetne azt mondani, hogy születgetünk valamiért, mondjuk azért, hogy tegyünk valamit az emberekért, az emberiségért, aztán közben nem tesszük, nem? Vagy nem teszik az emberek. És akkor eltelnek csak ugye az évek, az évtizedek, eltelik az élet, és gyakorlatilag mit hagyott maga mögött az ember olyat, amire azt tudja mondani, hogy mondjuk a sír feliratára azt raknák rá, hogy sokat tett az emberekért, vagy az emberiségért. Mert ugye mit látni a sír feliratokon? Mit a emléked örökké él, meg bennünk örökké él, meg ilyenek, érted? De azt kik írják, akik közvetlen hozzátartozok, nem? De mit tudom én, vagy sok ember tett boldoggá, nem? Ilyen valahogy ilyen sír feliratokat nem látni, nem? Nem az a lényeg, hogy mik vannak a sír feliratokon, hanem az a lényeg, hogy hogyan élünk, nem? Tehát valami olyat kellene tenni az életünkbe, én legalábbis ezt így gondoltam mindig, amivel az ember nyomot hagy. Tehát én bennem mindig volt egy olyan, hogy én, amit én csinálok, majd arra ezer évekig emlékezzenek itt a bolygón. Érted? De tényleg. De most miért elégszel meg sima átlag emberi működéssel? Nem akarsz tényleg valami nyomot hagyni a történelemben? Hát most itt van egy lehetőség, ami soha az emberiség életében nem volt, hogy megvan rá a technika, megvan rá a tudás, hogy olyan szintre vigyük föl az emberek tudatosságát, hogy tényleg én azt látom, hogyha valaki ide jön tanulni, hogy egyre jobban működik az élete különböző területén. Mindegy, hogy milyen területről van szó, de elkezd jobban működni. Mit tudom, régebben azt láttam csak, hogy mondjuk előtte nem emelkedett ki a munkában, a munkahelyén, és onnantól kezdve fogta, és itt elkezdett tanulni, és kiemelkedett, vezető lett, stb. Sőt, nem csak ezen a területen, hanem az élete bármely területén az ember a tudás hatására elkezd jobban csinálni dolgokat. És ugye ahhoz, hogy az ember jobban csináljon dolgokat, nem csak tudásra van szükség, nem csak arra van szükség, hogy az ember helyzetekben helyesen tudjon cselekedni, hanem ismerjed az életed működését, az életünk, az emberek működését itt a Földön, de mondom magát az élet működését is. Tehát nézd meg, mennyire ismerik az emberek működését. Tehát alapvető dolgokat nem ismernek, például olyan dolgokat, hogy három részből állunk. Van nekünk egy testünk, jó, ezt mindenki ismeri. De ott csak sejtésük van az embereknek, hogy van egy lelkük. De részletesen mit tudnak az emberek a lélek működéséről?
Hát még a vallásokban sem tájékoztatják erről részletesen az embereket, hogy hogyan működik benned az a bizonyos lélek, ami fontosabb sokkal, mint a tested. Tudod, miért fontosabb? Mert a tested halandó, a lelked meg halhatatlan. Hát nyilvánvaló, hogy egy halhatatlan dolog sokkal fontosabb, mint egy halandó dolog. Érted? És akkor az emberek például ilyenekről nem ismerik például, hogy van nekünk egy elméjük, ez a harmadik rész, az elme, annak két fele van. Arról, hogy tudatosság, arról, hogy tudat gondolkodás, nyilván erről valamit tudunk, hallottunk, még tanultunk is netántán. De hogy van egy olyan része, ami nem gondolkodik, hanem tisztán ösztönös működést eredményez az életünkben. És ez az ösztönös működés miatt vannak problémáink. Érted? Tehát ha ez az ösztönös működésünk nem lenne, ez egy ilyen állatszerű működés. Komolyan? Csak azért nem vagyunk állatok, mert van egy tudatunk is az állatoknak, meg nincs tudatuk. És a tudatunk, ha jó állapotban vagyunk, akkor teljes egészében átveszi az irányítást. Ha nem vagyunk jó állapotban, akkor teljes egészében elkezdünk ösztönösen működni, mint az állatok, azzal a különbséggel, hogy intelligensebben működünk, mint az állatok, érted? Tehát, hogy sokkal magasabb az intelligenciánk, mint az állatoknak. Ezt úgy hívjuk, hogy IQ. Oké? De van egy olyan, hogy EQ is. Az az érzelmi intelligencia. Ami annyit jelent, hogy mennyire vagy képes használni a tudást. Érted? A tudásodat. Nyilván a munkádban biztos használod a szakmai tudásodat. De az csak egy terület. Hát nézzük meg, hogy az életünk az hány területből áll össze igazából. Pillanat, rögtön nézzük. Itt van. Tehát itt van 10 terület. A munkádból csak egy terület, és még van 9. Tehát lényeg az, hogy a 9 további 9 területén is kellene boldogulni, és a további 9 területre is kellene tudással rendelkezni, hogy eredményes tudjál lenni, mint mondjuk a munkádban. De nem tudom, mit jelent számodra például a munkában az eredményesség. Hát kinél mit? De én mondhatnám azt, hogy szerintem az az eredményesség, hogyha élvezed azt, amit csinálsz, és kellően megfizetnek, nem? Nem annak kéne lenni? Tehát mondom még egyszer, hogy élvezed a munkádat, és kellően meg vagy fizetve. Tehát magyarul van egy értéked, érted? A munkádnak is van egy értéke, és az kellően megfizeti. Na, ilyennek kéne lenni a munkának. Ha nem egészen ilyen, akkor mi lenne, hogyha jövőben tudnál azért tenni, hogy ilyen legyen? De azt csak mondom, egy terület a munkád, és mi van a többivel? Na szóval én azt láttam, hogy ugye én elkezdtem tanulni ilyen dolgokat, igazából tanítani kezdtek el nekem 91-től, saját tapasztalatból 87-ben kezdtem el ilyen dolgokat elsajátítani, nem megtanulni, mert semmilyen irodalom nem szólt erről. 87 és 91, nem is, hát 93 között, 81 és 93 között semmilyen irodalommal nem találkoztam, ami az élet és az ember működéséről tanított volna. Tanítottak 91-től, de szóban, előadásokban. És azt tapasztaltam, hogy nekem az életem attól elkezdett megváltozni, hogy tanulok, fejlődök és használom a tudást. De nekem volt egy szerencsés helyzetem, mert azért tudtam hasznosítani ugye a tudást, mert volt egy olyan szerencsés helyzetem, hogy embereket vezettem. Tehát volt, nem azért, mert munkahelyen embereket vezettem, munkahelyen nem vezettem embereket, hanem volt saját szervezésű csapatom. Akik ugye igényelték, hogy az információkat, a tudást azt átadjam részükre.
és ezáltal ugye úgy tanulhattam, hogy a tudást kénytelen voltam átadni, amit én tanultam, kénytelen voltam átadni az embereknek, de ez nem volt egy nagy kényszer, most ne úgy értsd. Tehát én szívesen adtam át mindig azt, amit tudtam, egy kicsit úgy is működtem, mint a papagáj, tudod, hogy hall valamit, és akkor továbbadja. De ez nem baj. Szóval lényeg az, hogy ez volt a szerencsés helyzet, és megtapasztaltam azt, hogy a tudás révén nem csak én nekem, hanem másoknak is elkezd javulni az életük. Érted? Tehát ezek a területek elkezdenek javulni. És ez nagyon jó, mert ha az ember azt látja, hogy másoknak is javul az élete, akkor tudja azt mondani, hogy na hát akkor ez nem csak nekem működik, hanem másoknak is működik. És akkor voltak olyan céljaim régen, hogy mit tudom én, amibe belefogtunk, akkor legnagyobbak legyünk. És azt meg is csináltam háromszor. Érted? És ugye itt van a negyedik terület, ebbe is most a legnagyobbak vagyunk már, de ugye itt ez már más, itt már nem arról szól a történet csak önmagában, hogy a legnagyobbak legyünk. Hanem arról szól a történet, hogy azóta kaptam egy csomó információt avval kapcsolatban, hogy milyennek kellene lenni ennek a bolygónak, már mint az emberiség részéről. Tehát, hogy az emberiségnek milyennek kellene itt lenni. És hogy igazából ez az emberiség, ez csak egy ilyen átmeneti állapot itt a bolygón. De ez az átmeneti állapot már elég régen megy. Tehát itt már több millió éve megy. Tényleg, több millió éve. Ez a hetedik emberiség a bolygón. És ugye miért tűntek el az előzők? Mert nem jól csinálták a dolgukat, és például a legfőbb probléma az volt, hogy elkezdtek Istent játszani. Tehát mi nem istenek vagyunk, hanem emberek. Tehát a testünk az úgy működik, mint egy állatnak a teste. Hát nézd meg, szőrösödünk. Még sajnos a hölgyek is. Nem? Hát az emlősök azok szőrösek, nem? Hát szőrösödünk. Tehát ami azt jelenti, hogy a testünk az nagyon hasonlít egy állathoz, csak éppen két lábon járunk, bár sok állat tud két lábra egyenesedni, és két lábon akár menni is. Tehát ez sem egy olyan nagy probléma. Tehát ha megnézed, a testünk az eléggé hasonlatos az állatokéhoz. De a lelkünk az nem, az egy teljesen egyedi dolog. Tehát itt van egy jó hír ezzel kapcsolatban, hogy a testedben van egy szuper intelligens lélek. Csak erről az emberek nem tudnak. Tudod, mit jelent a szuper intelligens? Az azt jelenti, hogy korlátlan tudással tud a lelked rendelkezni. Nem a tested nem. A tested az korlátozott tudással tud rendelkezni. Na most itt ezzel kapcsolatban hagyd mondjak egy kis tanítást. Jó, úgysem mondom el, hogy tudsz oda eljutni, de egy kis tanítás. Mikor mondom el, hogy tudsz oda eljutni? Hát a képzésekben. Jó, aminek ugye az a helye, hogy átadjam azt, hogy A-ból hogy jutsz el a B-be. Itt meg azt mondom csak el, hogy miért nem jó az A, és miért jó a B. Jó? De azt nem mondom el, hogy juss el a B-be. Szóval lényeg az, hogy van egy olyan működésünk, mi nekünk embereknek, hogy... Na, mit akartam mondani? Majd... Na, ja igen, szuper intelligens működés, ez kapcsolódik, de mindegy, majd eszembe jut. Jó? Úgy is eszembe jut. Jó, egy kicsit elterülődtem, nem baj. Nézzük akkor. Szóval lényeg az, hogy menjünk vissza egy kicsit. Tehát én azt láttam, hogy itt vagyunk mi emberek, és én nem gondoltam sose azt, hogy csak azért vagyunk, hogy fajfenntartás, mint az állatok. De ha megnézed az állatoknál, igazából nem csak állatok, megnézed az élő lényeket a Földön, a növényeket, az állatokat, akkor minden növény vagy állat valamilyen célból van itt a Földön.
Tehát mi a célja? Például, mit tudom én, mondjuk a fűnek az a célja, hogy lelegelje a tehén. Csak most mondtam valamit, érted? Vagy valamilyen más állat, nem? Hát ha megnézed, mindennek van itt valami célja, és valami magasabb rendűt szolgál, tehát magasabb rendű életformát szolgál. És ha megnézed az alacsonyabb rendű állatokat, például, mit tudom én, főfaják a magasabb rendű állatok, nem? És ez végig így van, tehát nincs egy olyan növény, vagy nincs egy olyan állat, ami ne szolgálna valamilyen magasabb rendű életformát, érted? Itt a Földön. Na most akkor ugye megkérdezném, de itt vagyunk mi Földön, mi az emberek, és ugye itt vannak az élőlények, amely igazából az élőlényeknek a csúcsa az ember a Földön, és akkor mondhatnánk azt, hogy az élőlények ebben a szolgálatban, hogy kit szolgál, annak a csúcsa az ember, tehát mondhatjuk azt, hogy az akkor végeredményben az összes állat, meg az összes növény az az embert szolgálja, ha jobban megnézzük, nem? És az ember kit szolgál? És akkor kitalálnák azt, hogy mi vagyunk a kivételek? Mi nekünk nem kell szolgálni senki. Kit szolgál az ember? Tehát olyan nincs, hogy minden szolgál valamit, érted? De az ember az senkit, meg semmit. Olyan nincs. Hát mi is ugyanúgy része vagyunk az életnek, ahogy többi élőlény. Érted? Ha nekünk is van egy szolgálatunk, hát akkor logikusan végignézed, akkor mit szolgálhat az ember? Hát az ember gyakorlatilag mondhatjuk ezt, hogy egy magasabb létformát szolgál, nem? Hogyan szolgálhat egy magasabb létformát az ember? Például, nagyon egyszerű. Jó, van benned egy lélek. És ez a lélek, ez akármilyen hihetetlen, kapcsolatban tud lenni magasabb rendű létformával. Érted? Nem fizikai kapcsolatban, mentális kapcsolatban. Ugye arról mindenki tudhat, hogy az agynak van egy rezgése. És azt is tudjuk, hogy ez a frekvencia, ez adóvevőként működik. Tehát az agyunk az egy adóvevő. Tehát küld agyhullámokat, és fogad agyhullámokat. Na most, ezért van az, hogy például vannak olyan emberek, akik képesek arra, hogy gondolatot küldjenek át másik embernek, ha annak megvan rá a képessége, azt tudja venni. De ugyanígy fordítva is, hogy valaki küld gondolatot, és tudja venni a gondolatot. Egyébként ezt te magadnak már bebizonyítottad, hogy mit tudom én, valaki gondolt rád, hogy jó lenne veled találkozni, és akkor te neked is eszedbe jutott, hogy jó lenne veled találkozni, azt találkoztatok. De nem volt megszervezve semmi. Érted? Na most, ha megnézed ezt, tehát ez a dolog működik, tehát ha valaki ezt meg akarja kérdőjelezni, akkor egy természeti törvényt akar megkérdőjelezni. Ami annyit jelent, hogy az, mi nekünk a lelkünk kapcsolatban van magasabb rendű létformával, amelynek nem kell itt lenni a Földön, mert úgy működik a frekvencia, hogy alacsony frekvencia nem hagyja el a bolygót, mert a mágneses erő eltérítés itt marad a Földön. Viszont a magasabb frekvenciák azokat nem tudja eltéríteni a tér, de az anyag tudja eltéríteni, tehát az anyag nem engedi át, viszont ezek tények, amiket mondok egyébként, a magasabb frekvencia az univerzumba kimegy. És eszméletlen távolságokra tudják fogni az agyhullámainkat.
Oké? És ugyanúgy a te agyad is képes arra, hogy vegye az agyhullámokat, csak ugye ez úgy működik, hogy nem biztos, hogy neked megvan rá a képességed, hogy azt föl is fogd. Érted? Tehát ez olyan, mint mikor mondjuk egy rádiót elkezdenek elkészíteni arra, hogy vegye az adónak a műsorát, és lejátsza a hallgatónak, de még nincs kész. Érted? Tehát mondjuk hiányzik belőle egy kis alkatrész. És emiatt az egy kis alkatrész miatt nem szól a rádió. Érted? Na, ugyanez van nálunk is. Még nem vagyunk arra felkészülve, hogy képesek legyünk venni a fentieknek az üzenetét. Érted? Hát illetve vannak olyan emberek, akik képesek erre. Például én is. Érted? Szóval a lényeg az, hogy ez mit jelent? Az, hogy te mit gondolsz, azt veszik a fentiek. De az, hogy ők mit küldenek neked, azt a lelked veszi, csak te nem tudod beolvasni, érted? Tehát ez olyan, mint hogyha mondjuk itt van, ez a két számítógép, ez Windows programmal működik. De most egy Linux programot ide ráraknád, nem tudnád beolvasni. Érted? De ugyanúgy fordítva, a számítógép, ugye a Windows programját egy Linuxos számítógép nem tudná beolvasni. Érthető ez? De ugyanez például egy androidos telefon, vagy egy Apple telefon, mi a másik neve? iPhone, így van, egy iPhone telefon, teljesen más program. Nem tudják egymásnak a programját beolvasni, érted? Tehát ezért teljesen külön programot kell írni. Na most ugyanúgy vagyunk mi emberek, hogy jön egy információ, érted, amit fölülről kapnál, de nem vagy felkészülve arra, hogy fogadd az információt. Milyen jó, hogy van számítógép, még legalább ezt el lehet magyarázni. Képzeld, de pár évtizeddel ezelőtt, mikor még nem volt számítógép, ilyeneket el sem tudtál volna magyarázni az embereknek. Tehát lényeg az, hogy bennünk van egy olyan lélek, amely minden üzenetet vesz, érted? Minden üzenetet, amit neked direktben közvetítenek. Tehát ez megint ugyanolyan, mint a számítógépnél, hogy nem tudsz belépni a számítógépbe, vagy a számítógép bizonyos programjába, ha nem adod meg a jelszót, meg a felhasználói nevet. Tehát nem adsz meg bizonyos kódokat. Érted? Tehát egy illetéktelen nem tud belépni. Na most ugyanez van a mi információnkkal. Érted? Speciálisan feltörhetetlen kód alapján jön az információ hozzád. Érted? Ezáltal más nem tudja a te információdat leszedni az agyadból, mert az neked van célozva, ugyanúgy, mint a számítógép esetén. Világos ez? Na most ezt miért mondom? Azért, mert ennek alapján ugye ez egyértelműen látszik, hogy az ember az egy magasabb rendű létformával legalább egyirányú kapcsolatban van. Az egyirányú kapcsolat az azt jelenti, hogy veszik az üzenetet, de te nem tudod venni az üzenetet. Tehát mivel ők sokkal technikailag sokkal fejlettebbek, ezért a te lelkednek az üzeneteit veszik. Ezt tudod, mit jelent? Bármit gondolsz, az fent, a fenti létformában el van mentve. Ezért hívják, tehát elment, elmének. Tehát elme. Érted? Csak az NT hiányzik. Tehát nagyon, a magyar nyelv az ilyen, az kifejezi, az, hogy mi van, tehát az elménken keresztül minden információ, amit gondolsz, el van mentve. Na és akkor itt látod, hogy mi a szolgálata az embernek. Tudod, mi a szolgálata az embernek? Az, hogy azt az információt, amit te megélsz, azt nekik nem kell megélni. Nem tudom, világos voltam-e.
mert hozzájutnak hozzá közvetlenül. Tehát hozzájutnak ahhoz az információhoz közvetlenül. Érted? Tehát mi azért vagyunk itt elsősorban a Földön, hogy megéljünk dolgokat, világos? Ők meg hozzájussanak ehhez az információhoz. Tehát ez a szolgálatunk. Érted? De van a szolgálatnak egy másik része is. Tehát mindent, amit gondolsz, mindent, amit csinálsz, meg gondolatok alapján cselekszel, az minden bemegy egy központi mentésbe. Érted? Tehát mindenkinek van egy saját elmentett adatbázisa, egy saját, amit időnként összegeznek. Jó, elég sűrűn egyébként ez az időnként. Hát ezért van az, hogy mikor majd visszakerülünk a magasabb létformába, ahonnan jöttünk, most egy kicsit meredek dolgokat mondok, visszakerülünk abba a létformába, akkor visszakapjuk az összes tudást, amit elmentettek tőlünk, akár évszázadok során, ahányszor újra születtünk a bolygóra. Világos ez? Tehát ami annyit jelent, gondold végig nekünk, az a szolgálat, az emberiség azt csinálja, úgy szolgál felsőbbrendű lényeket, hogy minden gondolatot és minden gondolat mögötti cselekvést, ugye azt elmentenek. És már hozzá is jutottak az információhoz. Nekik azt nem kell megélni, amit itt megél most 8 milliárd ember. Világos voltam? Jó? Na ez a szolgálatunk. Van egy másik szolgálat, ez ilyen iskola, óvoda jellegű. Tehát, hogy itt vagyunk megőrzésen. Nagyon elhagyni nem tudjuk a bolygót, mint láthatod. Legalábbis a légterén kívül nagyon távolabb nem nagyon tudunk menni. Tehát még nem láttak olyan embert, aki mondjuk fölment volna mondjuk a Marsra. Jó? Vagyis átment volna a Marsra, inkább úgy mondom. Tehát még ilyet nem láttak. Tehát itt vagyunk a bolygón, és azon kívül, ha megnézzük, ugye még egyszer mondom, nem tudjuk elhagyni a bolygót, és hát olyan nagyon nagy gubancot nem nagyon tudunk csinálni, mert rövid az életünk. Tehát ami azt jelenti, hogy a legtöbb ember nem tud annyi tudásra szert tenni egy élet során, hogy olyan nagy gubancot okozzon. Persze ilyenek vannak, hogy mit tudom én, emlékezz egy kicsit itt az elmúlt évtizedekre, hogy mennyire sikerült elérni azt, hogy tudom én, az emberek rettegjenek attól, hogy mit tudom, elkezdik az atomgombokat megnyomogatni, és kirepülnek az atomrakéták, és a Föld atom szennyezéssel lesz tele. Szóval nyilván ilyen volt, de hát most gondold végig, hát ez úgy működik, hogy ki az, aki látta ilyen fantasztikus film kedvelő, és látta a Csillagok háborúját? Oké. Okay. Jó. Na hát akkor úgy képzeld el, mint mondjuk, hogy mentális energiával, ugye fizikai dolgokat tudnak létrehozni. Tehát mentális energiával. De az, hogy mentális energiát létrehozzon egy lény, ahhoz nem kell test. Tehát ennyiben különbözik a Csillagok háborújától, hogy nem kell test, érted? Tehát mentális energiát, energiával létre lehet hozni fizikai energiát. Tehát mit tudom én, ha egy szellemlény azt akarja, hogy te elessél, akkor te el fogsz esni. Érted? Vagy mit tudom, a szellemlény azt akarja, hogy beüsd a fejed, akkor be fogod ütni a fejed. Érted? Nem tudom, hogy volt-e már életedben esetleg olyan, hogy olyan, mintha valaki meglökött volna, vagy meglökte volna a kezedet, vagy éppen valamit tartottál, azt kiverte volna a kezedet, kezedből azt, amit tartottál, azt leesett, összetört. Érted? Tehát mondom, gondolj az ilyen dolgokra. Tehát ilyen szerintem mindenki megélt, ha nem is sokat, de egyszer-kétszer, vagy akár többször is az életében, hogy megmagyarázhatatlan
null, történt veled olyan dolog, ami nem szokott. Tehát, tudom én, nem volt az izén semmi, és mentél, elbotlottál, aztán elestél, érted? Semmi oka nem volt, hogy elbotolj és eles. Csak példákat mondok. Tehát, ami azt jelenti, hogy ezek a lények, ugye ahhoz, hogy ilyeneket csináljanak, persze itt kellene lenniük természetesen. Na ezért ugye ilyen lényekről már hallottunk, nevezik őket, hogy őrangyalok. Nem? Vagy angyalok. Simán. Na most, de ez két különböző fajta entitás. Az entitás az azt jelenti, hogy értelmes lény. Oké? Értelmes lény. Az angyal az a hierarchiában alacsonyabb szinten van, mint például az a teremtő Isten, amelyik veszi a te gondolataidat állandóan. Oké? Az nincs a bolygón, az egy másik bolygón van. Tehát a legközelebbi bolygón, ahol vannak magasabb rendű lények, tehát ez nem kitalálmány, az a Holdban van. A legtávolabb, ami itt távol van és velünk kapcsolatos, az a Marsban és a Vénuszban. Oké? És ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag ezek a lények kapcsolatban vannak az emberekkel. És hát ugye miért vannak kapcsolatban? Hát mert egy olyan lelkünk van, amelyik tudatlan, null jött le ide a Földre, mert előtte törölték a tudását. És hát nyilván egy tudatlan lény hibázik. Mert ahhoz, hogy ne hibázz bármilyen területen, ahhoz tudásra van szükséged. Minél inkább nincs tudásod bizonyos területen, annál több hibát követsz el. És ha egy léleknek nincs tudása, akkor hibázik. Ezáltal ugye mentálisan a lelket lehet segíteni, és segítik is fentről, hogy ne hibázzon. De csak most egy kérdés van, hogy az illető veszi-e azt az üzenetet a lelkétől. Tehát a sugást vajon hallja-e? Na most ezzel kapcsolatban van egy nagy baj, hogy kialakult mindenkiben az ego. Az ego. Tehát ugye mi a baj az egóval? Tehát régebben a hölgyeknek nem volt egójuk. A férfiaknak mindig volt. Szóval régebben a hölgyeknek nem volt egójuk, és ezáltal, képzeljétek el, hogy nem volt egójuk a hölgyeknek, sokkal jobban megéreztek dolgokat előre. Az a megérzés, az azt jelenti, hogy azért tudták ezt csinálni, mert ugye megkapták a súgást, ugye a lélek megkapta a teremtőtől, a lélek súgta az egyének az agyán keresztül, az illető hölgy felfogta, és annak alapján cselekedett. Vagy mondta annak alapján, hogy mit kellene tenni, mert előre megérezte a dolgokat. Világos ez? Vagy bármit nem kellett előre megérezni, megérzett valakivel kapcsolatosan dolgokat. Tehát ez nagyon jól működött a hölgyeknél addig, amíg nem lett egójuk. És minél erősebb egy hölgynek az egója, annál nagyobb probléma ez a megérzés. Miért? Nagyon egyszerű, mert az ego is ugyanúgy működik, mint a lélek, hogy súg, csak az ego az ordít, a lélek meg súg. Na akkor vajon melyiket fogod meghallani, az ordítást vagy a súgást? Egyszerre. Hát nyilvánvaló, hogy az ordítást. Oké? Okay? Na most, és a férfiaknak ezért rosszabb ez a megérzőkészségük, mint a hölgyeknek, mert nekik mindig volt egójuk. És az ego az mindig túlkiabálta a súgást, a léleknek a súgását. Világos ez? Na most,
Ugye itt egy kérdés van, avval kapcsolatban, hogy a súgást mennyire fogod hallani, hogy mennyire vagy képes az egódat elcsitítani. Érted? Tehát minél jobban egy ember képes az egóját elcsitítani, tehát az nem azt jelenti, hogy nem lesz egód, hanem képes vagy csöndben tartani az egódat. És ha képes vagy csöndbe tartani az egódat, akkor képes vagy meghallani a súgást. Érted? Jó, ez egy tanítás is, de azt nem mondom el, hogy hogy kell csinálni. Jó? De ezt meg lehet csinálni. Tehát ez minden ember képes erre. Na most ez miért fontos? Mert ugye a másik szolgálatunk az, hogy itt megéljünk a Földön minden olyan dolgot, ami által különbséget tudsz tenni a jó és rossz között, és a jónak és a rossznak különböző fokozatai között. Mert az ember megtanulja azt, hogy a legnagyobb jó érdekében cselekedjen, ebben bármelyik életében, mondjuk beszéljünk a jelen életről, ha ebben az életedben megtanulod, hogy képes legyél a legnagyobb jó érdekében cselekedni, akkor válsz alkalmassá arra, hogy egy magasabb létformába kerülj. Érted? Tehát ez a szolgálat, hogy mondjuk azt, hogy ez egy óvoda, vagy iskola. Érted? És akkor itt el vagyunk ebbe az iskolába, napközis iskola. Itt vagyunk a napközibe is. Időnként tanulunk is, meg időnként csak úgy vigyáznak ránk. És el vagyunk ebbe a napközis iskolába, és innen kellene kilépnünk, kifejlődni, érted? Tehát itt nem úgy működik, mint az iskolákban, hogy na, 8 év múlva azért valahogy végig bukdácsoltuk az általános iskolát, és akkor kikerültünk belőle. Hát itt nem lehet bukdácsolni, de bukdácsolsz, akkor maradsz addig, ameddig, érted? Ezért van az, hogy rengeteg ember már nem tudom hanyadik életét éli itt a Földön. Tehát gondold végig, hogy itt vagyunk mi emberek, azt se tudjuk, hogy mi fán termünk, de tényleg nem tudjuk. Legalábbis a legtöbb embernek fogalma nincs. Tehát azt gondolja, hogy azért él, mint amit most látsz. Tehát én azt látom, hogy ugye most az embereknek megtanították már, hogy lehet interneten vásárolni, de a boltokban, ilyen áruházakban, ilyen bevásárlóközpontokban még jóval többen vannak, mint azelőtt, mielőtt tudtak volna interneten vásárolni. Érted? Tehát ezt nem értem, fel nem tudom fogni, hogy miért vásárolnak most többet, mikor már interneten is tudnak vásárolni. Hát lehet, hogy az a szórakozásuk, nem? Tehát valószínűleg azért, mert azt gondolják, hogy azért élnek, nem? Hogy vásároljanak. Nem? Miért? Ha jobban végig gondolod, gondold végig. Lehet, hogy ez a gondolat benned is megvolt régebben, amíg nem tanultál itt, hogy hát azért kell minél többet keresni, hogy minél többet vásárolhass, nem? Vagy nem? Rosszul gondolom? Hát akkor minek akartál többet keresni? Hát nem azért, hát vagy már magadnak, hogy ezért. Hát nem! Tehát egyszerű. De akkor ez azt jelenti, hogy ez volt az életünk célja. És ez az embernek, az életének a célja. Hát ez nevetséges. Nevetséges. Ha most gondold végig, akkor hadd mondjam már el, az összes bolygót a világegyetemben a magasabb rendű létformában lévők teremtették. Az összes bolygót. Tehát amit látsz fönn csillagokat, és hallottál arról, mostanában lehet ilyenről már hallani, hogy valami 5 vagy 6 ezer bolygót fedeztek már föl. Hát ugye azokat nem látni úgy, mint a csillagokat, mert azok nem világítanak. Ugye abból tudják, hogy ott van egy bolygó, hogy nem megy, tehát hogy ott van egy sötét folt. Érted? Onnan tudják, hogy ez egy bolygó. Tehát ugye azon nem látnak át. Tehát az nem világít. Na most gondold végig, itt milliárd csillagok vannak, és akkor azt mondják, hogy már 6 ezer bolygót láttak.
Tehát, vagy tudják, hogy már van 6000 bolygó. Hát nézd meg, csak a nap körül hány bolygó kering. És akkor többi körül nem kering. Hát dehogy nem, hogy ne keringene. Na szóval a lényeg az, hogy megnézzük ezeket a dolgokat, akkor az összes csillagot, az összes bolygót, mindent felsőbbrendű lények teremtettek a világegyetemben. Érted? A világegyetem, ugye azt tudjuk, hogy ha egy kicsit ilyennel foglalkoztál, akkor tudnod kell, hogy tágul. A tágulás az azt jelenti, hogy épül kifele. Épül kifele. Tehát ami azt jelenti, hogy még távolabb, még távolabb, még távolabb újabb naprendszerek épülnek. Na most gondold végig, hogy vannak tehát olyan felsőbbrendű lények, akik képesek bolygót teremteni, vagy egy csillagot teremteni. Érted? Na most gondold végig azt is, hogy van egy olyan lélek benned, akinek nincs szüksége alvásra. A testednek van szüksége alvásra. Nincs szüksége folyadékra. A testednek van szüksége folyadékra. Nincs szükséged ételre. A testednek van szüksége. A lelkednek nincs. Nincs szüksége levegőre. A testednek van szüksége levegőre. Nincs szüksége, illetve nem kell tartani a hidegtől, a melegtől. A testednek kell tartani a hidegtől, a melegtől. Akkor az azt jelenti, hogy gyakorlatilag a lelked az így át tud menni a napon sértetlenül. Érted? Nincs szüksége közlekedési eszközre. Érted? Nincs szüksége hírvivő eszközre. Tehát mondjuk egy telefonra, hogy beszélj valakivel. Nincs szüksége. Ez mind a testünknek szüksége van, de a lelküknek ilyenre nincs. Tehát mit tudom én, mondjuk van két lény, mondjuk 10 000 fényév távolságra, és tud egymással kommunikálni. Érted? És nem úgy, hogy fénysebességgel, hanem úgy, mint a mobiltelefonnal. Érted? Na most gondold végig, akkor van bennünk egy ilyen szuperintelligens lény, amit léleknek hívnak, csak ugye azért nincs ilyen formájú tudásunk, mert hát mielőtt leszülettünk, törölték az összes tudást. És ha a lélekből kitörlik a tudást, egy dolog marad, a feltétel nélküli szeretet. Tehát gyakorlatilag tudás nélküli, feltétlenül szeretettel rendelkező lélek megszállta ugye a testet, amikor az megszületett. Szó szerint megszálltam, mert ez így történt. És azóta ugye ez a lélek benned van. Lehet, hogy időnként eltávozik, amit nem tudsz tudatosan, például éjszaka, amikor álmodsz. Tehát sok embernek a lelke az éppen kiszáll, mikor álmodsz. Tehát amikor valaki például meditál, és meditációban ki tud lépni a testéből, mert ugye ezt sokan meg tudják csinálni, a test akkor mit csinál? Pont azt a mutatja, mint mikor alszol. Érted? Pont azt mutatja. Tehát nyilvánvaló, hogy egy emberi lélek, tehát egy testből kilépő emberi lélek, az nem tudja elhagyni nagyon a bolygó környékét. Tehát a környékét nem tudja, tehát nem tud elmenni a Marsra, vagy a Vénuszra, vagy más bolygókra. Jó, tehát ugye ez így van. No szóval, ezt csak azért mondom, mert hogyha jobban végignézzük, akkor ugye mi lenne nekünk a feladatunk embereknek? Az lenne a feladatunk, hogy kikerüljünk ebből a szenvedős létformából. De a szenvedős létformából úgy tudsz kit kerülni, hogy megtanulsz itt már nem szenvedni. Érted? Tehát nem lehet úgy kikerülni a szenvedős létformából, hogy itt még szenvedsz, aztán, na akkor már a következő életemre kikerültem. Tehát ebben az életben kellene megtanulni azt, hogy ne szenvedj. Tehát az mi kell ahhoz, hogy az ember ne szenvedjen? Hát az élethelyzeteit teljesen kellene kezelni.
Nem? Nem egyszerű. Tehát ezeken a területeken jól kellene kezelni mindent. Tehát magyarul jön egy helyzet veled szemben, az lehet egy ember, bárki, akkor tudjad előre, hogy neked ebben gondod nem lesz. Oké? Mert tudod azt, hogy bármit csinálhat az a másik, vagy bármi történhet abban a helyzetben, te neked van arra tudásod. Érted? Szóval, ha az ember ezt megtanulja, hogy ne szenvedjen ebben az életben, ezt egyébként tanítjuk, nem? A képzésben nem tanulunk olyanokat véletlenül, hogy akadályozhatjuk meg ezeket a szenvedéseket. Tanulunk, ugye, akik itt tanulnak, ezt tudják. És akkor szépen egyre inkább úgy olyan életet tudsz élni, hogy egyre kevesebb szenvedés van az életedben. És akkor arra is vannak megoldások, hogy de mi van a hozzátartozók szenvedésével. Mert mit csinál az ember, ha a hozzátartozó szenved, akkor átveszi a hozzátartozónak a szenvedését. Erre ugye mik a megoldások? Hát tanuljon a hozzátartozó is, nem? Nem? És ha a hozzátartozó is tanul, hát akkor ő sem fog szenvedni. Ha ő sem fog szenvedni, akkor te sem. Nem? Logikus. Nem így van? És ha valaki nem akar tanulni, hát arra azt tudom mondani, hogy bolond. Ennyi. Nem tudok más mondani. De tényleg. Hát olyan dolgokat nem tanulni, ami önmagaddal kapcsolatos, vagy olyan dolgokat nem tanulni, ami a párkapcsolatoddal kapcsolatos. Tehát például egy férfi tudjon bánni a nővel, akivel együtt él, vagy bármilyen másik nővel. Hát nyilván nem csak azt tanuljuk, mert a férfiak tanulják azt is, annak révén, hogy a nőket tanítjuk arra, hogy milyenek a férfiak, ezáltal a férfiakkal is könnyebben bánik. Bár ugye a férfiak azok nyilvánvalóan, meg ugyanúgy a nők is, a saját nemükkel könnyebben bánnak, mint az ellenkező nemükkel. Tehát gondoljátok végig, vagy nem fontos az, hogy az ember tudjon bánni mondjuk a szüleivel, vagy tudjon bánni a gyerekével, vagy tudjon bánni másokkal, vagy tudjon bánni a munkájával. Tehát, de gondold végig, miért mondok neked olyan dolgokat, hogy felsőbb létforma, bekerülni egy magasabb létformába, miért mondom ezt? Mert kell minden emberi lénynek egy olyan cél, ami felé halad, érted? Az nem cél, hogy meghaltunk, és utána semmi nincs tovább. Érted? És ez nem cél, hanem ez így van. Én tudom, hogy így van. Én tudom, hogy honnan jöttem, tudom, hogy milyen bolygóról jöttem, milyen rendszerből jöttem. Érted? És én tudom, hogy nem az a dolgom nekem, hogy földi emberként itt veletek szenvedjek. Hanem az a dolgom, hogy megtanítsalak mindenkit arra, hogy ne szenvedjen. Érted? Hát engem még nem látott senki se szenvedni. Soha életben. De tényleg. Szóval a lényeg az, hogy gondold végig, hát aki nem akar ezeken a területeken fejlődni, hát ez tényleg bolond. Nem tudok mást mondani. És onnan nem, az ember úgy működik, hogy hát most miért fejlődjek? Azért, mert úgyis meghalok, és akkor nincs, akkor vége az egésznek. Tehát az embernek nem csak azt kell tudni, hogy ebbe az életben mi van, hanem mi lesz a következőben. Érted? Tudnod kell például azt, hogy ebben az életben nem teszed a dolgodat, hibákat követsz el, azokat a hibákat viszed a következő életedbe. Érted? Mert ha itt nem oldod meg, akkor ott megkapod újból. Ha valakivel nem rendezed a kapcsolatodat, a következő életedben megkapod újból azt az illetőt, hogy rendezd. Érted? És erről szól eddig az inkarnáció. Az összes reinkarnáció erről szól. És ez az életünk, hogy állandóan a múltbéli, az előző életünknek a hülyeségeit
próbáljuk most ebben az életben kijavítani, nem tudjuk tudatosan csinálni. Miért nem tudjuk? Azért, mert törölték az összes információt, hogy azt a sok frusztrációt, amit hozta az előző életedből, ne hozz már ebbe az életedbe. Mert itt is tudod, mi a baj a jelenlegi életeddel? Tudod, mi a baj? Az, amit gyerekkorodtól, nem is gyerekkorod, fogantatásodtól megéltél negatív dolgokat. Fogantatásodtól megéltél negatív dolgokat, lelki vagy fizikai fájdalmakat, annak hatására vagy most boldogtalan. Érted? Az mind az összes negatív megélésed befolyásolja a jelenedet. Érted? Amit ebben az életedben negatív megéléseket éltél. És nem pozitívan befolyásolja, hanem negatívan. Ez a reaktív elmének a működése, érted? Sajnos. Csak az emberek nem ismerik, de az ember megtanulja, hogy hogyan küszöbölheti ki ezeket a problémákat, akkor élhet tudatosan, érted? Tehát itt vagyunk mi emberek, és fogalmunk nincs, a legtöbb embernek fogalma nincs arról, hogy hogyan is működünk mi saját magunk. És akkor mit mondanak az emberek, hogy na, szerencsés, milyen jó neki, a másikra meg azt mondja, vagy magára azt mondja, hogy én meg milyen szerencsétlen vagyok. Ha nem vagy szerencsétlen, csak egyszerűen nem ismered az élet működését. Ha ismernéd az élet működését, akkor teljesen elkezdenél jól működni az életben. Érted? Ha ismernéd az önmagad működését, mint mások, és mások működését, akkor elkezdenél jól működni az életben. Hát ettől függ. Hát végignézed, minden probléma az életedben, tudod, miből származik? Általában abból, hogy te hibáztál. Vagy az a másik személy hibázott veled szembe. Érted? Hibázott. Tudod, miért hibázik az ember? Mert nincs tudása arra a területre. Érted? Tehát amikor cselekedett, nem volt tudása. Vagy nem alkalmazta. Mindegy az. És azért hibázott. Ha egy lény oda tud figyelni egy dologra, egy emberi lény, oda tud figyelni egy dologra, és van arra a dologra tudása, akkor nincs olyan, hogy hibázik. Érted? De persze lehet olyan, hogy valakinek van tudása, és mégis hibázik. Tudod miért? Mert máshol van a figyelme. Ilyen egyszerű. Mert amikor éppen azt tette, vagy azt csinálta, nem ott volt a figyelme. És már is hibázott. Tehát mindössze két dolognak kell összeállni. A figyelmedet odahozni legalább minél nagyobb mértékben, és minél több tudással rendelkezni arra a dologra vonatkozóan. És onnantól kezdve nincs hibázás. Érted? Tehát tök egyszerű az, lenne az élet, hogyha az emberek rádöbbennének arra, hogy a tudás milyen fontos az életben. De ha nem ismerjük azt, hogy van következő élet. Nem tudod azt, hogy mi van a két lét közi, tehát a két lét között mi van, hát akkor ha csak annyit tudsz, hogy na, egy életünk van, egy halálunk van. Hát akkor minek tanuljak? Akkor élvezem az életet. Az a lényeg, minél több pénzt keresek, az minél többet költse. De ez nem így van. Hát a következő életed az ennek az életnek a következménye, érted? Mint, ugyanúgy, mint ebben az életedben. Minden, ami a, történt veled, mit tudom, az elmúlt két évben, az előző éveknek a következménye, érted? És minden, ami ezután történik veled, az ezeknek az éveknek a következménye. Minden, és ugyanígy megy tovább az életünk évmilliókon keresztül. És akkor eldönthetjük azt, hogy na akkor menjünk föl egy magasabb létformába, és onnantól kezdve nincs reinkarnáció. Érted? Hanem mi van? Egy folyamatos létforma, ahol van egy olyan tested, amit ha akarsz használsz, ha akarsz meg éppen alszik. Érted? És nem 80 évig él a test. Hanem mondjuk pár ezer évig. Érted? És akkor még előregszik, akkor lecseréled. Hát a test tudod mihez kell? A test ahhoz kell csak, hogy például ilyen műszaki dolgok össze legyenek rakva.
Érted? Vagy hogy például az elemekből vegyületeket hozzon létre. Milyenekhez kell a test? De ahhoz nem kell, hogy mondjuk egy elemet teremtsen. Milyen elemet? Tehát anyag elemet, tehát vas, réz, arany, ezüst, hidrogén, stb. Stb. Ugye ezek az elemek a periódusos táblázatban. Tehát ehhez nem kell test, ilyen anyagok teremtéséhez. De már ahhoz, hogy mondjuk létrejöjjön egy számítógép, ahhoz már kell egy test, amik összerakja. Oké? De hát ugye legtöbbet már azt is robotok meg tudják csinálni. Tehát már ott se kell nagyon használni a testet. Jó? Tehát ugye nekünk minek kell a test? Minek kell egy olyan test, amelyik ilyen elég sérülékeny? Hát, hogy szenvedjünk. De tényleg, na, hát komolyan. Hogy ebben a 80 évben jó sokat szenvedjünk. Átlag 80 évben. Tényleg. És akkor a szenvedés révén hát, ha megjön az eszünk. Hát, ha akarunk nem csak szenvedni. Nem? Hát miért? Tényleg így van, nézd meg, nézd körül, vannak akiknek nem is akarnak a szenvedésből kijönni, nem? Nekik már az a létformájuk, hogy ők szenvednek. Hát erre is csak azt tudom mondani, hogy elég nagy bolondság, nem? Na jó, ránézek az órára, és azt látom, hogy át kell adni a szót a háziasszonynak, meg a házigazdának. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmeteket. Még mielőtt ugye mondanám, vagy bezárnám az előadásomat, egy gondolat még, hogy gyertek tanulni, jó? És a többit majd a házigazdánktól megtudjátok, gazdáinktól megtudjátok. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönöm szépen! Köszönjük szépen Szedlacsik Miklós mesterkocsnak ezt a fantasztikus képzést. Tehát nem is tudok most megszólalni, mert annyi minden kavarog a fejemben, előadás alatt is annyi gondolat jött. És pedig azt tudom mondani, hogy életem legjobb döntése volt, mikor ide jöttem tanulni. És tehát nagyon hálás vagyok akkor azoknak az angyaloknak, akik akkor engem felébresztettek és ide vezettek. Mert tulajdonképpen amit én kaptam itt a Nyílt Akadémiánál, PPH-nál, kaptam egy kulcsot. Régebben én is úgy éltem, ahogy amiről a Miklós beszélt, tehát én azt gondoltam, hogy azok a szenvedések, amiken keresztül mentünk, élethelyzetek, az azt gondoltam, hogy az véletlen van meg. Hát ugye azt láttam a környezetemben, hogy másokkal is történnek ilyenek. És hát ezt úgy könyveltem el, hogy ez hát mindenkivel előfordul, és tehát ezeket meg kell élni, és megyünk tovább. De ugye egyre több ilyen problémás helyzet jött, és tehát itt a PPH-nál, tehát ahogy mondtam, megkaptam azt a kulcsot ahhoz az ajtóhoz, hogy ebben, én úgy érzem, mintha egy másik világban élnék, tehát volt az az anyagi világ, és tehát abban is volt, mikor jól boldogultam, volt, mikor kevésbé. De most úgy érzem, hogy egy ilyen párhuzamos világban, egy más értékrend szerint, más elvek szerint keresgélek, és találom meg azokat az összefüggéseket, vagy hát tanulom meg inkább, hogy tényleg másként működik az élet. És valahogy ez a rengeteg probléma így tűnik el az életemből. És tehát nem tudom azt elmondani, mennyivel könnyebb így élni. Úgyhogy ezt mindenkinek javasolnám, hogy kezdjen el tanulni, tapasztalja meg ezt, és hogyha alkalmazza a tudást, beépíti az életében, 100%, hogy sokkal-sokkal boldogabb élete van, még annál is boldogabb, mint amit el tud képzelni most jelenleg. Úgyhogy azt tudom én csak javasolni mindenkinek, aki szeretne boldogabban élni, az kezdjen el tanulni, és használja ezt a tudást, amit itt a Nyílt Akadémiánál kapunk.
a szünet után személyiségfejlesztő coach kép... Én is csak azt tudom mondani, amit a játszint, hogy aki már látta Miklós előadását, és találkozott a PPH-val, a Nyílt Akadémiával, az egyáltalán nem véletlen. Az egy, azt gondolom, hogy az egy olyan felhívás, az angyalok felhívása, egy megtiszteltetés is, mert akkor az azt jelenti, hogy képesek vagyunk arra, hogy ezt a tudást magunkévá tegyük, és ezzel a tudással tudjunk példát mutatni, a tudás által az életünkbe beépítve ugye a tudást, példát tudunk mutatni az embereknek, és ezáltal tudunk segíteni nekik abban, hogy ebbe a magasabb létformába ők is eljussanak. Tehát nagy szerepünk van itt, és tulajdonképpen akik itt tanulunk már, az elsők között vagyunk, akik ezt a tudást megkapjuk. Én ezért nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy az angyaloknak, Jácintnak, hogy rátalált, illetve hát leginkább Szedlacsik Miklósnak, akitől ezt a hatalmas tudást, és tulajdonképpen azt a bizalmat megkapjuk, hogy igen, képesek vagyunk rá, és bízik bennünk, és tanít minket. És én egy nagyon jó példa vagyok arra, itt mondta közben, hogy a nőknek nincsen egójuk. Hát én az vagyok, akinek 9-1-ese van. Tehát az azt jelenti, hogy ez egy nagyon, az egyes a legegósabb szám. És azt mondta, Miklós azt tanította, hogy a nőknek a 2-1-es is bőven sok. Hát nekem 9 van. Úgyhogy 4 évvel ezelőtt én nagyon nem ilyen voltam, mint most. És ülnek itt a sorokban olyanok, akik ismertek akkor is engem. Hát remélem, hogy már a felét legalább le tudtam dolgozni. És igyekszem, hogy ebben tovább haladjak az úton. És elmondhatom, hogy sokkal jobban érzem így magam. Sokkal jobban meglátom a másik emberek értékeit, azáltal, hogy magamat kicsit háttérbe szorítom. Ez nem azt jelenti, hogy ezt a tudást, tehát azt a tudást, ami bennem van, el kell nyomnom, hanem azt, hogy másoknak is teret kell adni. És ezt is tulajdonképpen gyakorlati módon megtanultam itt, és bárki megtanulhatja abból, amit itt tudunk tanulni. Úgyhogy, ha valakinek vannak ilyen problémái, egós problémái, akkor feltétlenül javaslom, hogy jöjjön tanulni, de akinek nincsenek, annak is javaslom, hiszen ezáltal a tudás által csak gazdagabbak leszünk. És szükség van mindenkire, hogy egy jobb világban élhessünk. Hát ma, ha körülnézünk a világba, akkor főleg szükség van ennek a világnak a javítására. Úgyhogy bátorítalak benneteket, akik még nem tanultak itt, hogy gyertek minél előbb, és ne gondolkodjatok rajta. Még azt el szeretném mondani, hogy amikor beszélgetünk más emberekkel, és ajánljuk nekik a Nyílt Akadémiát, és mikor visszautasítják, pedig hát látjuk, hogy azért jó gondolkodású, és azt mondja, hogy neki megvan a maga útja, meg más útja, de ahogy beszélgetünk, látjuk, hogy mennyi problémája van. De ő ragaszkodik ezekhez. Tehát az embernek a szívében olyan rossz érzés van, de mégis el kell fogadni ezeket a dolgokat, hogy ő így dönt. Tehát ő még választja tovább a szenvedést. Pedig ha tudná, hogy mennyivel könnyebb és boldogabb élete lehetne, tehát hogyha ezt tudná és láthatná, akkor biztos, hogy nem így válaszolna, vagy nem így cselekedne. Az a baj szerintem, hogy azt egy pár mondatba, vagy egy-két beszélgetésbe nem lehet átadni, amit itt mi kapunk és kaptunk az elmúlt 4 évben,
azt a tudást, azt a közösséget, azt a szeretetet, hát azt így, azt meg kell tapasztalni mindenkinek. Azt nem lehet csak így szavakban átadni. És azt még el sem tudnám képzelni, hogy tehát mikor elmegyünk a szemináriumra is, és annyi jó gondolkodású, pozitív ember, magas energiával, tehát az életünkben összesen se ismertem annyi embert, hogy itt pedig ennyi jó gondolkodású, fantasztikus emberrel lehet megismerkedni, tehát ez egy, amit adott nekünk a PPH, tehát ez egy... Szavakban nem lehet kifejezni. Igen, tehát ez egy fantasztikus. Gyertek és érezzétek meg! Igen. A szünet után személyiségfejlesztő coach képzésünk lesz, amelyen, ha szeretnél részt venni, várunk szeretettel. Ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy résztvételeddel megtiszteltél minket, és akkor elköszönünk tőled. Most pedig 25 perc szünet következik.